Mai témánk az a csapat. Na, ez egy olyan téma, amit igazából mindenki ismer, csapattréningen mindenki volt, vagy szeretett volna menni, vagy nem szeretett volna menni. Én nem is ezzel szeretném kezdeni, azzal, hogy szerinted mi a közös a kalózókban, az énekkarban, meg a csapatépítésben. Hát, no. Ugye, az a közös, hogy mindenki szeret valami csapatnak, csapattagjának, egy csapattagnak lenni jó, és jó egy csapatban dolgozni, vagy jó egy csapathoz tartozni. A csapat sok mindent biztosít az ember számára, és azért sok mindent megteszünk, egy csapathoz tartozhassunk, és sok mindent lehet használni egy csapatot, ha jó, és hogyha rossz, az pedig nagyon rossz. Így van. És a közös az is, hogy ugye sok emberből áll, és valahogy keletkezik, meg néha-néha átalakul, meg aztán, hogyha véged lesz, akkor vége is lesz. Jó esetben. Jó esetben. Így van. Nekem nagyon sokáig nagyon zűrös volt ez az egész csapatfejlődés, és olyan nagyon messzinek éreztem ezt a témát magamhoz. Egészen addig, amíg valaki elkezdett beszélni a kalózokról, és hogy nézzünk már erre az egészre a csapatépítésre, mint a kalózkapitányra, aki elkezdi a hajóját megtölteni mindenféle emberrel. És hát egyetlen egy probléma van, hogy én nem szoktam kalózfilmeket nézni, de még kalózkönyveket sem szeretek olvasni. Viszont ez tök jó érthető példa, mert mondjuk külföldre utazván mindenki előbb-utóbb elmegy egy kalózhajóra, ahol elmondják neki, hogy volt ez a kalózos történet. Hát én nagyon szerettem gyerekkorom is a hajós regényeket és mindenféle ilyen hajós történeteket, úgyhogy én tudok azonosulni ezzel a... Na, akkor segítesz nekem, és akkor elmeséled, hogy toborzott a kalózkapitány maga mellé csapatot? Igen. Na. Hát a csapatot legjobban a kocsmákban lehet összegyűjteni, kikötői kocsmákban és egyéb más bűntanyákon, ahol lehet találni embereket, akiket meg lehet szólítani, valamivel meg lehet hívni, hogy egy kellemes tengeri utazás helyett azt mondom, hogy menjünk ide, nagy csetepaték lesznek és remek zsákmány, és látom rajtad, hogy te pedig félszemű, kampókezű, de tudom rólad, hogy a félkézzel is jól pörgeted a pisztolyt, és jó leszel nekem. Gyere hozzám. Gyere hozzám, és megszületik ez a lassanként ez a csapat. Összeválogatódik, és összejön, és aztán... És utána kihajóznak, nem? Mindent így van, és minden, a hajó mindig izgalmas dolog, mert ha miután behajóztak, akkor utána ott egy össze lesznek zárva. Így van, és akkor kihajóznak? És utána kezdődik a balhé, nem? Előbb-utóbb mindig valami verekedés van, vagy valamiféle konfliktus van azon a hajón, meg ivás, meg ilyesmi. Igen, mert mindenki a célt azt tudja, hogy megyünk, és majd... Rabbi. De mindenkinek van egy elképzelése, hogy hát nyilván engem is hívott a kapitány, tehát nyilván én leszek az első kardozó, meg én leszek a főnök, meg majd lesz egy csomó csicska ott, de majd megmondom nekik, hogy hol a hely. És akkor fölkerülök a hajóra, és akkor ott... Az első nézeteltérés kapcsán akkor rögtön kitör egy jó kis verekedés, egy kis balhé, bunyó, ahol a piffuk, dirdur, horgok és jobbenyenesek és mindenek ott helyükön vannak. A kapitány meg fönn pipázik a parancsok így, de megmondja, hát most már mindjárt itt tisztul a kép, egy kicsit forr, és aztán pedig tisztul, és aztán utána, miután kialakultak ezek erőviszonyok, minden helyére került, akkor pedig elmondja, hogy most akkor mi lesz. És hogy lesz, és mik lesznek azok a szabályok, amik szerint itt a továbbiakban nem egymásra fogjuk majd ölni, hanem hogy fogunk tudni tovább menni, és mi lesz az a tényleg az a munkamódszer, szóval mondani, amivel a ellenséget le fogjuk kaszabolni, vagy meg fogjuk támadni, és ott kinek mi lesz a helye. Így van, és azért is tök jó ott azon a kapitányi hídon egyébként fönt lenni, mert látja, hogy kinek mik az erőforrásai, mik az erősségei, mik a gyengeségei, kit hogy lehet, mire, milyen feladatra használni. És ez egy tök jó pozíció. Illetve ebben a kis bunyóban, ebben ők is látják egymásnál, hogy ki az erősebb, tehát nem is csak a kapitánynak kell elhinni, hogy jó lesz, hanem látom, hogy kivel lesz jó vigyázni, hogy hol a helyen, vagy hol a... Igen. És érdekes, most, hogy így mondod ezt a hajóhidat, tehát a kapitány az soha nem megy le, vagy nagyon-nagyon kevés esetben megy le, és kezd el bunyózni a többiekkel, nem? És hány főnök pedig, hogyha már visszatérünk egy picit a vállati életbe, hány főnök pedig elmegy, és akkor megoldja a konfliktust, hogy ne feszüljenek egymásnak, hogy ne bunyózzanak, hanem akkor mindent elsimít, és aktívan részt vesz ebben a konfliktusban, ebben a formálódásban. És amikor pedig ezt elmondod nekik, hogy ez nem biztos, hogy kellene, akkor egyszerűen ezt nem értik, hogy miért.
miért nem jó, hogyha beleavatkoznak. Uh-huh. Mert abban teljesen mindenki biztos, hogy oké, amikor a csapatomat összerakom, akkor igen, az én irányítok, és ott nekem kell nagyon észnél lenni, hogy kiket válogatok össze. És azt gondolják, hogy amikor formálódnak, amikor konfliktusok vannak, összezördülések, ki hova üljön az irodában, tehát ilyen apró dolgok, akkor mindenképpen neki kell megoldani mindenféle konfliktust, vagy neki kell beleszólni. És egyszerűen nem bírnak csöndben maradni, és várni egy picit, uh-huh. hogy ez az összeformálódás megtörténhessen. Igen, ebből még egy másik, a 21. századi kapitány pedig a másik rossz, hogy leül egy másik oldalára hajónak, és elkezd nyomkodni a telefonját. Na így van, de akkor meg nem figyel. Az, mert az a másik, mert a kapitány nem jön le, uh-huh. de a füle meg a szeme ott van. Jó, ott pipázik, ahogy... Pipa, igen, jó. És nézünk, azért látjuk, hogy mi történik, csak uh-huh. hogy nem kell ebbe feltétlenül nekünk beleszólni, vagy rögtön belemenni. Igen, és akkor a harmadik, amit megmondtál, hogy amikor elmondja, hogy na akkor én így gondolom, hogy akkor ezt fogjuk csinálni, ilyen szabályok mentén, ilyen felosztásban, akkor megint aktív. Akkor aktív, mert azt neki kell mondani, hiszen neki van látása. A kapitány tudja, merre megyünk, tudja, hogy mik a céljaink, ő tudja ezt tartani, és azért itt azt neki fontos, hogy ezt a csapattal megossza és begyakoroltassa, uh-huh. hogy amikor tényleg odaérkeznek az ellenséges hajóhoz, akkor aztán a csapó járdák és mindenek rögtön menjenek át, meg gyors, tudják, ki csákjázza meg, uh-huh. kisülyezti el, kirabolja ki, kifoglalkozik a rabokkal, stb. Így van. És akkor végén meg jól elmennek és rabolnak. Hát ez amikor, igen. amikor ezt már megtettük együtt. Igen, tehát amikor ezt igen. És akkor a főnöknek itt milyen szerepe van a kalosz kapitánynak? Hát nem pipázik, de figyel, ugyanott maradt fönt, és a füle, a szeme ott van, és hogyha ha kell valahol, akkor beavatkozik, uh-huh. de csak ha kell, akkor avatkozik be, szóval innen látszik, hogy oda még menjen két ember, vagy valami, de semmiképpen sem áll be a csertapatéba, hanem bízik abba, hogy mindazt, amire megtanította a csapatát, azt most így jól meg fogják tudni csinálni, hiszen azért csapat. Így van. Úgyhogy egy korábbi téma kapcsán már beszéltünk a hallgatásról, meg az egy kicsit passzívabb szerepről, tehát itt úgy gondolom, ezt megint ki kell emelni, mert nagyon sok ugye a vezetésben azt gondolják, hogy azért vagyok vezető, hogy majd megmondom, és majd megoldom a feladatokat, és mindent én csinálom. De itt is, hogy ez a kettő, a második és a negyedik lépésben, hogyha nem bír egy picikét hátrébb lépni, és figyelni, és szintetizálni a dolgokat, akkor abból igazából jó csapat soha nem lesz, mert nem viharzotta ki magát. Igen, akkor lesz egy kapitány, akinek lesznek 1-es, 2-es, 3-as, 4-es számú emberei, mm. akiket így egyenként irányítgat. Ugye azért nagyon jó ez a kalózos kép, mert hogy ott látjuk, hogy ott mind az 50 kalóz egyszerre megy, és mind 50 helyen kardozik 50 másik katonával, és nem pedig arról van szó, hogy jön a főnök, a kapitány, és mondja, hogy te ezzel ide, addig többiek várjatok, mert csak én tudom, és csak én fogok mindent, és nehogy a tudtom nélkül bárki kardot fogjon, hanem hogy igen, bízni kell a csapatnak az erejében. A csapatnak van egy nagyon jó ereje, uh-huh. amit pont ugye kiforrott, és tudja, ezt a kapitány karban tartja, meg irányba, meg módszertanában, igen. Mm. És akkor szokott homokszem kerülni a gépezetben, nem? Amikor valaki valami stratégiai pozícióban, bocsánat, meghal, tehát kalózkapitány és kalózhajó esetében, és kell valaki új a helyére. És akkor kikötnek a következő kikötőbe, és valakit fölvesz, vagy valakiket fölvesz, mert esetleg több halott is van. És akkor most mi van? Akkor minden megy, hát megmondom neki, mi így szoktunk működni, hát gyertek, akkor ezt így csináljuk. Pontosan ez a ráadásul úgy, hogy ez a kalózhajóban az ugye elég nagy a fluktuáció, hogy véresek a küzdelmek, és hozzászoktak ahhoz, hogy jönnek, de amikor jön, ugye kiket vesznek fel, hát nyilván nem nyuszikat keres a kapitány a következő kikötőben sem, hanem vén tengeri medvéket és egyéb oroszlánokat, akik aztán, ahogy oda kerülnek, akkor ők is megcsinálják a maguk első csetapatéját, verekedését, és kialakul egy új csapat, és mondhatjuk azt, hogy minden egyes kikötőből való újrainduláskor, ahol cserélődik a csapatnak egy része, uh-huh. bármekkora része is, egy picit egy új csapat indul el. Így van. És egyébként kalózhajóra visszatekintve, meg mondjuk a közelmúltra visszatekintve, ez a fluktuáció ez azonos. Tavalyi évre csupán visszanézek, a munkahelyeken a fluktuáció, ez volt a legnagyobb probléma. Jöttek, mentek az emberek, főleg a fiatalok. Fiatalok, ugye az már azt mondtuk, hogy 2-3 hónapot, hogyha valaki egy munkahelyen tölt, akkor már tapsolunk, és nagyon boldogok vagyunk. És igazából ez, hogy ez egy új csapat, nagyon-nagyon kevés esetben vették figyelembe. Uh-huh. Mindig inkább ez a, na, asszimilálódj, legyél olyan, mint mi.
És hogy ezt az, mondjuk az Y generáció annyira nem szereti. Igen, és itt az énekkart hoztad. Igen. Énekarok, aki nagyon szépen énekelnek, és már 30 éve szépen énekelnek együtt, és hát picit megöregszik az énekkar, és akkor azt mondja, hogy hát miért nem mondja a gyereke és unokája korosztályának, hogy miért nem jöttök velünk énekelni, milyen szépen énekelünk itt meg. Meg mi egy jó csapat vagyunk, megünnepik a névnapokat, meg a születésnapokat, meg még Mikulás bál is van a énekkarra, nem tudom, micsoda. Nagyapáddal olyan szépen ott táncolunk, de miért nem jössz te is, mondja az unokának. És hogy amit mondtad, csinálj úgy, mint ahogy mi csinálunk, de hát, hogy azért nem tud sokszor megújulni egy énekkar, nem tud sokszor megújulni egy akár egy hagyomány alapúbb szervezetnek egy egység, mert hogy mindig azt akarja, hogy keresik ide egy embert, amilyen az előző is volt, és aki pont úgy fog működni az összes többivel, mint az előző is működött. Talán még a másik fontos dolog, amikor a kikötőhöz felé hajózunk, ugye ez az újra annak a csapat szakasznak a lezárása. Mert van mindig egy kis gyász, hogy igen, hogyha most ki fogunk kötni, és tudjuk, hogy egyrészt 5 ember meg is halt, meg most 10 ember azt mondja, hogy most itt ki fog szállni a kikötőbe, mert most más kalandok várnak rájuk, és ők idáig szerződtek, hogy eddig a hónapig voltak velünk, akkor nem lehet az, hogy akik ott maradunk a hajón a fél legénység, akkor ilyen emléktáblákat szegezünk fel a helyekre, és akkor állandóan azon fogunk, hogy már sose lesz olyan jó, mint volt, mert az mennyire jó volt, amikor a Jackkel, meg a Johnnal, meg a félszemű Sheriffel lövöldöztünk. Uh-huh. Azt mondom, hogy elgyászolom, elbúcsúzunk, megvannak ennek a maga szertartásai, hogy ahogy egy munkatársi körtől, egy munkaszakasztól, egy projektzárást, vagy egy projekt tegben is, ha gondolkodunk, az is ilyen kis kalapcsapatos munka, hogy azt mondjuk, igen, elbúcsúzom, elgyászolom, ez most nem lesz sose olyan, mint amilyen ez volt, majd más lesz. És akkor ez teremti meg sokszor azt a nyitottságot, hogy igen, most valamit újraindulunk, és nem. Nekem még egy dolog tartozik hozzá, még a gyász előtt, az ünneplés. Tehát az épp olyan fontos, hogy kimondjuk a sikereinket, hogy hú, akkora jó, olyan zsákmányt szereztünk, mint még sosem, és ez veletek volt nagyon jó. Igen. És akkor utána jön az, hogy akkor lezárom. De az ünneplés ez azért nagyon fontos, mert vagy ünnepelni elfelejtünk. Nekem is van egy projekt cégem, ahol most már nem tudom, 10 éve dolgozunk együtt, és szerintem 50 projektünk biztos, hogy volt eddig. És ha hiszed, ha nem, én, aki ezt tanítom, aki én ezzel foglalkozom, azt hiszem, hogy egyetlen egy projektet nem zártunk le ünnepléssel. Őrület. Utána, egy fél év után eszünkbe jut mindig, hogy hát akkor ezt sem ünnepeltük meg, de az már a veszett fejszennyere, mert akkor már egy másik projektben vagy benne, egy másik felállásban, más emberekkel is dolgozol. De annyira nehéz, pedig annyira evidens, hogy álljunk már meg egy pillanatra, és tényleg most az ünneplés mit jelent? Nem jelenti azt, hogy elmegyünk és ládaszán bontjuk a pezsgőket, nem csak erről van szó, hanem egyszerűen összegzünk és örülünk annak, amit csináltunk. Ez annyira nehéz mégis, és ezt most magam példáját hoztam, mert igazából ezt én élem meg, és én élem meg rettenetesen tragikusan, de nagyon-nagyon kevés helyen találkozom, ahol ezt tényleg tudatosan, vezetői döntés mellett ezt meg tudják tenni. És a gyászt is természetesen, hogy annak időt adjanak, hogy mindenki feldolgozza az elmúlt időszakot, és legyen egy átalakulás, és egy restart utána. Triviális dolgok, és elfelejtjük a napi munkában, a napi rutinban, az egymás projektek egymás utániságában, egyszerűen ezt elfelejtjük. Hát is mondta, ettől lesz élhető, hogy ettől lesz jó egy csapat, és viszont mitől jó csapatban dolgozni, például attól, hogy tudjuk, hogy a főnök is tudja, hogy mikor legyen ott és mikor ne, vagy mi is tudjuk azt, hogy mi a helyünk, vagy tudjuk, hogy mikor van vége egy szakasznak, és mikor lehet ünnepelni, vagy mikor lehet gyászolni, és mikor kell verekedni, mert annak is megvan a maga ideje. Így van, és hogyha már a főnök nem tudja, akkor legalább valamelyikünk tudja csapattagként, és akkor szóljon a főnöknek, hogy léci, mi lenne, hogyha ezt így csinálnánk. Csináljuk így. Én megint megfogadom, hogy megint lezárul egy projekt, akkor ünnepelni fogok és lezárni, aztán majd egy év múlva jelentkezünk és elmeséljük, hogy sikerült-e. Hát és bízunk benne, hogy tud fejlődni itt a szervezeti kultúráink, tudnak fejlődni ebbe az ünneplés irányba is. Legyen úgy. Hajóra fel!